feloszlatás, lemondás, önfeloszlatás, és ki tudja, milyen felvetések. Én csak egy kérdést tennék fel, hogy ebben a helyzetben ezek a dolgok megvalósulnak, bármik a felsoroltak közül, kisebb lesz a hiány, csökken a költségvetési adósságunk, erősebb lesz a város gazdasága. Ezt a költői kérdést tette fel napirend előtti felszólalásában Páva Zsolt polgármester. Ezután az összes közgyűlésben résztvevő párt kifejtette a véleményét a város gazdasági helyzetéről. Gulyás Emil szocialista képviselő szerint a mostani városvezetés képtelen az eléje került problémákat megoldani. Azok, akik hibáznak, nem szoktak a fejükre hamut szórni, és azt mondani, hogy mostantól kezdve homlok egyedet, az ellenkezőjét csináljuk. Ugyanazt fogják csinálni, mert ugyanolyan helyzetben vannak, ugyanúgy benne vannak a kormányzati kényszerek hatása alatt, és önmaguk érdekeit képviselik. Én ezért azt javasolnám, hogy ehhez a megoldáshoz új emberek kellenek. Új testület kell, új polgármester kell. A szocialista képviselő felvetését még az LMP és a DK támogatta. A Jobbik és az ÖPE szerint inkább építő jellegű javaslatok kellenek az adósság leforgásához. A felszólalások között szó esett arról is, hogy vizsgálóbizottság alakul a jelenlegi gazdasági helyzet és annak okainak feltárására. Hoppár Péter fideszes országgyűlési képviselő vezetésével. Keresztes László Lóránt LMP-s képviselő ezzel kapcsolatban szólította meg Csizi Péter fideszes országgyűlési képviselőt. Ő azt mondta a országgyűlési képviselő úr, hogy miért van szükség erre az irányított testületre, mert közelednek a választások. Milyen választások közelednek? Az országgyűlési választások közelednek. Az önkormányzati választások elvileg 2009. októberében következnek. Tehát ebből is látszik, hogy egy választások előtti politikai kármentésre készül ez a bizonyos testület. Csizi Péter válaszában elmondta, a múltban volt Pécsnek olyan országgyűlési képviselője, aki nem segített városi képviselőtársainak. Ő azonban nem ilyen, ezért is próbálja minden módon segíteni a közgyűlés munkáját. Az ostobaságot beszél. Ostobaság pucsról és gyámságról beszélni. Azok beszélnek erről, akik hasonló helyzetben így cselekednének, akik hasonló helyzetben így cselekedtek. Úgyhogy tisztelt közgyűlés, mi, ahogy az elmúlt időszakban mindig is, összefogunk, hogy közösen megoldjuk azt az éppen aktuális napi nehézséget, amivel az önkormányzat küzd. A felszólalások után a képviselőtestület egyébként nagy arányban leszavazta az önfeloszlatásról szóló javaslatokat.